testünk, részvételt és részvételt kérünk. Most tartsák bennünk a lelket, hogy összeférzeljük az illúzió szálait, és képzeljük, hogy szétáradó nevondokon legyen meg belőlük sejmek, gyöngyök és büszke vászak. Szakaszóra, ami boszorban, hangzott hűz és családnak az örök, a hegyekből jövő, és fúj a illatok át. Ott irányzat, mondok egy mesét! Egy kapi hozatra, ne tudjam a boszorban! Azt hittem, hogy gazdag lehet! Cickány, bőti, barlang, nesztek a három, nesztek a bővére!
sűrűnökkel bűnökjük, és sötét szóba rejtek én egy nevet gormol. Erzsébet! Fülöp, már 15-ször próbálta megölni. Katalin, francia királynő, hol a gyilkosokat fog a felelőre? Mária, skót királynő, a Tauerzárban a meggyilkolását tervezi. Erzsébet, gyűlös és eretnek! Megkapja a magáért akárcsak az anyja! Mehetsz karlát címben a várat alá! Feküdjön fejnyelkő sírba! Tettüstét! Hol egy anna fejét lecsapták, házasság köré is ment a veszte! A lányát megkoronázták, 1559-ben! Yeah.
Megkaptam a
Mariasz! Mariasz! Fúj, micsoda disznó volt! Hát mocsod, nem jó, hát egy tiszta, Thank you.
az megnöveli a Spanyolországgal vívandó háború és az én trombosztásom veszedelmét. Tessék, franciózzák föl! Megont a spanyol követ színe alatt most a tudban. Don José, Miguel, Jézus Mária, Filip Morales, Juan Carlos, Danza Luzia, Calderón, Félia. És a tarok kártyáiból próbálják kiolvasni a helyes választ, mint valami
figyelmet kell, mint a tiéd. Hoppa be és hagyjanak gondolkodni! Harcoljunk be még egyszer. Már megint kezdi a kétszobálatásokat, a kemisztulásait és a megkodolkodásait. A buszadolát, az ikereket és a neveket, inkább kicsit a jövőkorok, a kemisztulásait is kívül, és ellenkodol magára. Aztán ellenkodol a saját ellenkodására. Kitalál valamit, bármit, hogy ne kelljen döntés megírja. Fölvettem a pörös parukát. Na, öltözkedtem a pörös. Elmégy Párizsba a leveleimmel.
Ez a lótnél! Azért fordul hát, hogy páros pusztulását
kényelmet. Ez a nő mindenféle kunsztokat megcsinál. Én nem! Hát, ez a provizsálás. De miért? Miért? Ő mehetne ezért jól bedállni, rabbi. Azért. Katrin! Megint elrakadja az olasz temperamentumot. Na nézzük csak, kik a maga leghalálosabb ellenségei? A gícek! Az a részek van, a gícek! És Mária királynő anyja nem ebből a családból származik? Meghízás! Na látja, ha tehát kiszabadul Mária királynő, megkaparíthatja a hatalmas angol trónt. És akkor mit gondol? Ki fog a maga tulajdon trónjára ácsikozni? Ragízás. Na látja. Ha tehát kiszabadítja Mária királynőt... Jani! Továbbra is megmarad azonban egy probléma. Hogyan billentsük ki Erzsébetet a trónjáról? Alex! A maga csinos fia lesz a billen. Feleségül fogja venni? Mit csinálhat az én fiam? Mi csak 16 éve? Csak egy dologhoz ért elkölteni a pénzt. A népénzemet. Csinos fiú, ért az udvarláshoz, és Erzsébet szűz király. Ó, semmi. Maguk férfiak mindent készpénznek lesznek. Filippum a mosolyom. Mi az én képet? Miközben a miniszterek oda ment a csillagkamarába, rástempizik a papírjaira, hogy állandítok, amíg Tilly odajön a pincével, elolvassa a lepedőit. Ha ismerni akarja egy szűk szerelmi életét, kérdezze meg a mosógépét. Nem érted meg, Katrin! Ha Erzsébet szövetséget akar kötni, majd azt a feltételt szabjuk, hogy menjen hozzá maga csinos fiához, Alexhoz. A fiú túléli őt, és majd egymaga kormányozza Angliát. Természetesen az ön szájra az eszem. Alexon! Alexon! Ui, maga! Ekkor tényleg Zseli, azon a csóról össze, hogy a kormányodat, a nyakláncokat, az égszeredet, az angolok szeretik, ha egy férfi elegáns. Hol kellett, maga? De lesz az állami szerető. Ki van az angol királynő? Te elveszed feleségül, ez a kukvás! És csinos nap?
kommt Dobby ihn. Ennek már nem sok ideje van hátra. De egy ideje azért van, hogy szíveséget tegyen, ezt a tudjának. Ön futó érvezetben fogja részesíteni nyaka volt, skóciai kiúrató, vagy ezt akkor kérdezik, hogy kongratulok vele. Igazolja a hitelességét.
vasárnap, augusztus 24-e. Nagyon bőség. Franciaország közben érik a bornak a hosszú. Szárazbor, enyhén bora ízű. 1572. Szentben a napja. Májusban a világ szülőtégségben minden el. Katolikusok és hugenották kisajtóját, harag lereszt szülő szemeit. Egy gyűlölet vagyok, nem oldalom. Az egyház törvényei 3000 sűrű szelet kötetben sorakoznak. Egy a törvény. Újjon a kérdés. Megadja a jelen. A vérfürdőre. Vérfürdő! Egész pár is felhajtott. És azt üvölti. Thank you.
is kell hozzá, mint kemény muszkvés. Lesz inkább a főspíron. Fontos ilyen vannak. Menj is, seresd a kivelőt! Hagyd most, ezt el lehetek! Az életéről van szó. Mondd el! Köszönöm!
fordulsz a rész, nem tűnted visszatössz. A fejedelemnek halni kell, lángol jelenti az ég. Én figyelmeztettem, ha a jogarom rácsingózik, megcsókolja a virgadot. A skótok felkerült királynőjének, Máriának a lefélt. Tekintetre felpúszik egy paliszander fával díszített rácsos erkély. Egy erkélyről figyelz a másik személy. Az a királynő. Némán borult be. Mondjuk kemintek exotikus madár maga után húzva tündöklő tollazatának galábját. Megáll. A választékos külsőből egyszer csak lenyűgöző látványosság kerekedik. A roha, az égkövek és a körülötte kavargó tollak összjátéka. Mereven félelmetesen áll. A szkót királynő ezüstpénzt helyez a külföldi hóvér kezébe. Fejét a vérpadra helyezi. Kint hidegen és sémánul. Lebekint a Palisander papárkányon, gipszalagot, faragott égítmények orrújából. Mereven nézi a skarlátba burkolt alakot odalent. A felé szerezett árnyék fölemeli a karját. A hóhéjra jelent felső!
Ha
gyorsuló ujjak és mozdulatoknak elvett kölcsönhez. Bumleának szonyja, jön ide kérek! Kezdjük! Uram, atyám! Gyöngyöket a palomra! A derekamra ametisztet! Nézd csak, hogy nézd! Hogyan válik a testtartás a parancsolóvá? Topát a lábamra! Így. Most már biztosan állok. A broncsot a csípőre. Bólár asszony, pocosra, peckesre! De sikkesi nem haja! Egy királynő készült! Anne, együtt kell a csúcsra érünk! Tűnik a palacsot! Ó, oh, Isten, becsütje ez a testemben! Pompa kibontott vitorlája! Hallod, Edith, milyen mester érte? Milyen hamisan csend már is a beszéd? Egyre inkább csak parancs és vezényszó! A zsigerekből és berejtékből, húgyból és nyálból levő oktalan állat átváltozik, és lesz belőle csodálatos, hihetetlen, káprázatos, kulasszus! És még? Folytasd! Rékszegítő felség és természet fölötti tündöklés, imádat és rajongás! Anyád vadra! Akkor is szükség van.
Nem szerezhetnénk meg az egyháztól? Van neki bőven? A prelátusok a legjobb egyháznak is már a korpuszak a tába fognak visítani. Ez minden, amit kapok tőlük. A latin. Adóztasd meg a nemességet! A nemesek ígéreteit a parasztjaiknak kell állni. Nem adóztatjuk meg a parasztokat. Akkor egyedül a bátorság fogja elsüllyeszteni az almatát! Thank you.
Hogy áll az, mint olyan
meg azt akarja, hogy mindenki az egy szív szemüvegén keresztül lássa a világot. A világon már sokkal. Szükségem van valamire, amivel kihúzhatom addig, amíg ez a sok új terület. És kellene nekem egy kis gyújtóhajót tudtam a rám, hogy az alkotán. Berúgott a vallásból, amit hallgat az inkvizícióját. Ne is mondja, ismerem a brigád bandáját, azokat a pokolatjait. Hogy pontos legyen? 50 ezer pont, 10 shilling, 4 felire van szükségem, a légi 6 percetes alkotán. Nem teszem. Pontosan tudja, hogy neki hoz pénzből tudjuk. Királyságokat, a konnákat az asszonyokat kell bízni. Nő, és olyan vagy a rám is lenne. Mindaddig távol akarom tartani a konnámtól, amíg olyan lakomászat készített neki, hogy sokáig megemlegetik. Áll az alkó? Természetesen. Itt írja alá. Csak ahhoz kérdeznek, ami a tapasztalatban megfagy. Térképeinknek a
te rám látok, ide hermek. Tudod, hogy szeretem. Gyere csak ide, hagyd sütjék valamit a füvet. Tudod, hogy Kopernikus halott? Galilei pedig házi őrizetben van. A ki fog vezérelni téged? Talán nem hiszed? Nem? Még ma este kivel és tízzel dolgozva, egyébként a kirákot, hogy most már támadtok, legyőzitek a város, de akkor aztán irányítok. Onnantól az inkvizíció veszik ezébe az ott éve, akkor imádkozni fognak őket. Hát arra szükségünk is lesz. Ha bármiben dönteni kell, a döntést egy teológus bizottság hozza meg. Az ő nézze, a minden felirány. Ilyen bölcsességgel az ügyvezetésben az armada sikere nem nagy kétségben. Azt az előttető szerint kapjátok el. A pályán átfogva! Ide hozzátok nekem az ezt a világhoz, a lelkelést. Látok, hogy a hordén mikor viszik a misztereimet. Dude!
kapjuk. Bűnben született egy bűnben kurvától, olajmamától, becstelen szerelemben felteszi testét Leszterben. Az udvarában legyőri csak a körül fogja a bűn szövetényben. Istenem, csodára fog tenni miért ki? Elmúlt a csodákora. Nincsen más, csak az óceán, öpönyű lábai. Végig is bús és hal és bús és illetve a is reggel délben is.
mindig és egészen, egyensúly és tengésvetség és viság, mély és óceán eső és sivatag levegő és vágyú, körülfog és egyenes érzékeny és brutális ügyefogat és belevaló, oda is vissza a bő és hó, közel és távol, cukor és só, szép és út és finom és szemcsés és sima és kérdés és fehér és fekete és minden szín keresztbe kasol. Isten! Plusz és minusz szent és brutális ügyefogat és lehetett kiel és nem fél és egész fél és küszítom és szép szó lett és zűzdavar szörnyű és tündér, tündér és szörnyű és bőle. Egyszerűen is átlátszunk.